Ez a Sárga Rossz, ez ugyanolyan 25 éves. Ez volt az első, amivel beírtuk a névsort, és az első névsor itt volt. Ebben a mappában őrizték meg az 1988-ban létrejött, majd a következő évben hivatalosan is bejegyzett Éhen Gyula kör legfontosabb feljegyzéseit, levelezéseit és régi fotóit. A városban elsőként megalakult civil szervezet most úgy döntött, a dokumentumokat a levéltárnak ajánlja fel. A sorsa az lesz, hogy ennek a megfelelő feldolgozása után, ha szükséges a restaurálási munkák elvégzése után, ezt természetesen akkor a kutatók rendelkezésére bocsátjuk, és számítunk arra, hogy hát előbb-utóbb komoly érdeklődés, egy komoly feldolgozó munkatárgya lesz ez az iratanyag. Az Éhen Gyula kör még a rendszerváltás előtt szerveződött, Ádám Károly vezetésével. Későbbi elnöke az újságíró Kozma Gábor lett. Az első években rendszert bíráló akcióikról váltak ismertté. Szervezői voltunk az 1989-es március 15-i főtéri több mint 10 000 embert megmozgató fantasztikus ünnepségnek, megemlékezésnek, amely a rendszerváltás egy fontos elemévé vált, de legalább ilyen fontos eleme volt a Lenin szobor letakadása, amit a kör végzett el, és hát nemzetközi Európa szert is figyelmet keltett. A kör tagjai tiltakozást szerveztek a romániai falurombolás ellen, és részt vettek a Szombathelyen is létrejött ellenzéki kerekasztal tárgyalásain. A kezdetben Várospolitikai Egyesületként működő szervezet később főleg szakmai kérdésekkel foglalkozott. Kezdeményezték például egy környezetvédelmi program kidolgozását. A kör a kezdetinél kisebb létszámmal ugyan, de ma is aktív. Idén névadójuk Éhen Gyula egykori polgármester születésének 160. évfordulójára készülnek. Kidolgozták az emlékév programját, amelyben egyebek mellett filmnap és tudományos konferencia szerepel.